Sziasztok, fiúk, lányok, köszöntelek benneteket. Azért nem Concerto viszi ezt a két kulcsot, mert jó, nehéz, nagy kulcsok. Ez egy Volvo S40-esi, ami itt van ugye előttünk, amit szeretnénk ugye nektek bemutatni. Egy nagyon keveset futott magyarországi darab, amiben 75 ezer kilométer van. Hát ez természetesen bizonyítandóan, itt van velem Feri és Peti kollégáim. Sziasztok, itt a szervizkönyve, ez egy magyarországi vezetett szervizkönyves kocsi. Egy évvel ezelőtt volt, nem egész egy évvel volt benne 64 ezer kilométer. Hadsebességes manuális váltó van benne, automata klíma, gyári CD, rádió, ami kell bele. Ugye bordkompjúter, és mi az, amit tudunk mutatni még. Ugye van benne ABS, és négy darab elektromos ablak, elektromos tükrök, és gyönyörű vaj belsős az autónk, nincsen ugye kiülve, oldal légzsákok is itt, és fönt pedig függöny légzsákok, könyök támasz, állítható kormány és ülés magassága, kormánya pedig bőrbevonatú. Itt hátul szerintem tágas hely van, szépen bele lehet tücsörögni, lábunknál kényelmes hely van még, fejtámlák és ugye hátul is elektromos ablakot találunk. És akkor megnézzük messzebbről, és egy picit ugye ez egy S40-es, ami gyári alufeln is, és tolató radarok vannak itt benne, szenzorok. A csomagtartója tágas, szintén kötelező tartozékok benne vannak, és mint látható az autó teljesen rendben van, és szép darab. A motorját még megnézhetjük, hiszen 136 lóerős dízelmotor van benne, projektoros lámpatestek és kötfényszóró van az autóban, ki van pattintva az eleje, Concerto kinyitta nekünk ezt a motorháztetőt. Sikerült neki. A gázrugó kinyitja, és itt van a szervizéről is egy matricácska, ugye tavaly májusról, 64.900 kilométerről, és itt látható, hogy szépen csendesen, hallható, gyönyörű szépen üzemel a kis járgány. Azt gondolom, hogy aki egy ilyen szép autót szeretne kevés kilométerrel, az M3 autóparkban ezt megtalálja. Gyertek be hozzánk, próbáljátok ki, és legyen a tiétek ki ez az S40-es. Köszönjük az érdeklődést, sziasztok!